Készül az útparka javítása a Bartók Béla utcában. Arra nincs lehetőség, hogy a város ennek a nagy forgalmat lebonyolító utcájában a forgalom nagyságának megfelelő szélességűre bővítsék, marad a patka szélesítés a biztonságos közlekedés érdekében. Bert Zoltán a polgármester azt mondja, a Tóna utcáinak jó részében olyan a helyzet, hogy a közlekedő réteg alatt nincs megfelelő alépítmény, így csak a folyamatos javítás marad, mert a komolyabb építkezésre nincs finanszírozás és forrás. Az idei évi költségvetést, bár megtépázták a koronavírus járvány miatti intézkedések, a városüzemeltetési üzemeltetési feladatok a tervezetnek megfelelő ütemben haladnak. Úgy terveztük a veszélyhelyzet időszaka alatt is, gyakorlatilag folyamatos volt a város üzemeltetési feladatok végrehajtása. Ugye alapvetően két nagy feladatcsoport van, ugye az egyik a pargondozási feladatok, a másik nagy terület pedig az utak, járdák, csapadék, vízelvezető csatornáknak a gondozása. Ezekben a hónapokban is folyamatos, folyamatosak ezek a munkálatok. Fejlesztésekre, beruházásokra, ugye ebbe az időszakban nem volt forrás, nincs forrás jelen pillanatban, viszont az állagmegóvásra, a karbantartásra, illetve hát a parkgondozás tekintetében ugye a folyamatos virágosításra ugyanúgy, ahogy az előző években megszülettek előzetesen a tervek, és az program szerint hajtjuk végre ezekben az időszakokban is. Itt a helyszínen, ahol vagyunk, a Bartok Béla utcában, ugye itt egy patka rekonstrukció folyik, gyakorlatilag egy-két évvel ezelőtt ennek előzményeként a patkáról már ugye a fölhalmozott föld elhordásra került, ugye ez azt szolgálja, hogy az útról a zárkokba le tudjon folyni a víz, idén pedig egy patka megerősítést hajtunk végre, egy zúzott kő alapra egy finom kő kerül, ami behengerezés után bízunk benne, hogy alkalmas arra, hogy az utcában megnövekedett forgalmat is bírja, azt azért tudni kell, hogy ez egy hosszú és nagy forgalmú út. Egyik végén ugye a város legnagyobb foglalkoztató vállalata a Fasztron Hungária Kft. van másik felén, illetve az utca közepén ugye működik a legnagyobb létszámú óvodánk, hol mellette majd ugye épül a bölcsőde, illetve tovább menve az úton van a felső tagozatos iskolánk, ez is a legnagyobb létszámú iskola. Tehát azt gondolom, hogy ezek jól rámutatnak arra, hogy az egyik legnagyobb forgalmú belső útja a városnak. Látható, hogy sajnos az szélessége csak korlátozottan alkalmas kétirányú forgalomra, ezért próbáljuk ugye a patka megerősítésével gyakorlatilag biztosítani azt, hogy zavartalanul, biztonságosan lehessen közlekedni az utcában. Tavaly évben Kinizsi utca útburkolata került felújításra, ami egy hasonlóan keskeny nyomtávú út, a kor megnéztük árajánlatot kértünk arra hogy a meglévő útburkolat felújítása illetve egy kétsávosra szabvány szerinti kétsávosra való bővítésnek mi lenne a költsége. Hát háromszoros ö, ö, volt az árkülönbség a két ö, műszaki megoldás között, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre ezen az úton tovább, ezen az úton megyünk tovább, ugye ami pályázati lehetőségünk van. Ugye az elmúlt testületi ülésen döntött a képviselőtestület, azokat benyújtottuk útfelújításra, tehát az útburkolat felújításokat azt jellemzően pályázatból, viszont ezeket a kiegészítő munkákat, patkajavításokat, kátyúzásokat, azokat saját ütemezetten, tehát még egyszer mondom, tehát ugye műszaki szakembereink által meghatározott utcákat, meghatározott sorrendben próbáljuk meg illetve karba tartani. Az elmúlt időszakban számos esetben nagy mennyiségű csapadék hullott a városra, ennek következtében több helyen a házak kertjében kötött ki a víz. A vízelvezetők karbantartása folyik, ám ehhez szükség van a lakosság közleműködésére is nem olyan túl rég volt településünkön is egy özönvízszerű eső, nagyon sok helyen ugye lett a víz lakóterületeket. E, rendeletünk határozza meg egyébként ez a 21 per 2018-as önkormányzati rendelet, hogy az árkokat, csapadékvízgyűjtőket e, miképpen kell karba tartani. Önkormányzatunk most jelen pillanatban azokat a gyűjtő árkokat igyekszik tisztítani, ahova ugye nagyobb területek e, e, csapadékvize gyűlik össze, ezek a munkák gyakorlatilag folyamatosak itt az esőzések óta, viszont azért szeretném felhívni a lakosok figyelmét, hogy az előttük lévő ingatlan szakaszokon az ő kötelességük is, egyben felelősségük is, ugye az árkoknak a tisztántartása, az átereszek tisztántartása, hiszen így tudjuk elérni azt a célt, hogy lehetőség szerint ezek a Csapadékvizek ezek ne ingatlanra, ne lakott területre, hanem mondjuk az árokrendszerbe tudjanak elfolyni. Bert Zoltán azt mondja, bár van rendelete az önkormányzatnak arra, hogy hogyan szankcionálja a társadalmi együttélés szabályai sértőket, de nem ez a cél. Sokkal inkább az, hogy értsen meg mindenki, milyen veszélyeket hordoz, ha nem teljesíti állampolgári kötelességét, és hagyja eldugulni a vízelvezető rendszert a háza előtti átereszekben.